Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, hogyan építesz gyorsabban ingatlan birodalmat. Én írtam az ingatlanosálmok könyveket, enyém az ingatlanosálmok havi előfizetéses klub, ahova most fizess elő, és tulajdonképpen egy előfizetési díjért már ott is lesz a szeptember 25-ei Gerillák az ingatlan piacon című előadásomon Győrben. Várlak szeretettel, vagy kattints és vegyél jegyet, ahogy eddig is, úgyhogy várlak szeretettel mindenképpen. Ez a hogyan építesz gyorsabban, lelőm az elején a poént, hogy nekem végignézned esetleg a videót, viszont a lényege az, hogy itt már egy bizonyos mennyiségű ingatlant feltételezek ezzel az ötlettel, tehát azért nem az, hogy egy ingatlanom van valahol, hanem amikor fel akarsz gyorsulni, ott azt mondom, hogy legyen mondjuk egy 6-7-8 ingatlanod, lehet ez garázs is jó, tehát teljesen mindegy, hogy milyen típus, egy 6-7-8 darab legyen belőle, és ami a haba tortán, hogy egy helyen. Tehát próbáld meg az ingatlanaidat egy helyre koncentrálni, ez azért van, mert ez viszont megint csak gerilla módszer, hogy akkor így befolyást tud szerezni abban a környezetben. Tételezzük fel, hogy legyen akkor egy garázs csak jó, tehát hogy most, amit szinte bárki meg tud csinálni x idő alatt, tehát nem lehetetlen elérni szerintem senkinek, és ezért is mondom ezt, hogy egy adott garázs szövetkezetnél kezdje vásárolni garázsokat. Van ilyen barátom, mit tudom, van egy 7 garázsa valahol, annak a szövetkezet kezel mondjuk 20-at, 30-at, 50-et, nem tudom mennyit, de szépen mondjuk, hogy nem az a típus, de ettől függetlenül én azt csinálnám ilyenkor, hogy héttel, csak gondolj bele, uralnám azt a kis környezetemet. Ugyanis, ha elmegyek egy ilyen közgyűlés, lakógyűlés, nem tudom ki minek hívja, teljesen lényegtelen, de van valahol 7 ingatlanod, mondjuk akár én a 30-40-50-ből, ott ha te felteszed a kezed, az azért egy elég jelentős súly. Csak gondolj bele, oké? Okay? És tulajdonképpen csinálnak ilyeneket, akkor így elmesélem, hogy kicsit beláss a kulisszák mögé. Nem nekem, mert én ezt nem, de viszont van egy-két ingatlanos, aki videózik ugyanígy, mint én, és csinálja, tudom. Tehát ami a lényege, hogy hozok egy olyan határozatot, hogy holnaptól 60 000 forint a közös költség. Mit csináltál? Nem tudja eladni másnak az ingatlant, az az emberke, mert a közös költség elriassza még a legmotiváltabb vevőt is, és szépen le tudod verni az árat, a végén te kínálhatsz érte valamennyi pénzt. Vannak helyek, ahol ezt tényleg csinálják, nem hülyeskedek, jó? Tehát szépen elkezdik a kiszorítózást. És ezért mondom neked azt, hogy ez a nyer-nyer helyzet, igen, van, tehát én is elolvasod a könyvemet, itt bármelyiket, igen, nyersz rajta, mert 7000 forintért tulajdonképpen kapsz milliós értékű tudást, és hogyha ténylegesen használod, én úgy gondolom, hogy te azon csak nyerni tudsz, oké? Okay? Viszont, amikor elérsz egy bizonyos szintet, én ezt azért elértem egyszer, kétszer, háromszor, tehát ott nem törekszik senki a nyer-nyer helyzetre, ott kőkeménye, ha kell, kiszorítanak, legyaláznak, letaposnak, stb. Jó? Tehát ezt csinálták velem is. Én ebből megtanultam, az a nyer-nyer helyzet, igen, amikor a kicsik oktatják egymást, hogy ez milyen szuper, de valójában a háborúk sem azért vannak, mert nyer-nyer helyzetet akar mondjuk Amerika, hanem nem én akarom megmondani, mi legyen aztán. Ha akarod, érezd magad nyertesnek, de egyébként nem, én diktálok, jó? Ez ugyanígy van az üzleti életben is, jó? Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez nem így van. Amikor te jutsz előre, és én szívből kívánom neked egyébként, hogy ha van benne annyi ambíció, hogy igenis akarjál piacvezető lenni, ott ez a nyer-nyer helyzet, nem a célközönséged, mert őt nyilván kiszolgálod a legjobb tudásod szerint, de ami a konkurenciát illeti őket azért ott nincs nyer-nyer helyzet már, jó? Meg hogy fogjunk össze, stb. Ott szépen felvásárolják egymást, tönkreteszik egymást, stb. Jó? Na ugyanez a helyzet egyébként ilyenkor is, hogy te azt mondod, hogy igen, én ott olyan befolyást akarok szerezni, hogy én meg akarom venni a többit is olcsón, vagy még olcsóbban. Na ott elkezdesz kiszorítózni. Oké? Okay? Egy-két emberrel akár összefogsz, te figyelj, csináljuk ezt vagy azt, magyar szokás, ti is tudjátok, és akkor kezdjük el akkor azok olyan dolgokat csinálni, olyan határozatokat hozni, szabályokat hozni, ami tulajdonképpen nekem megfelel ideig, óráig, ők meg szépen azt mondják, hogy jó, nekem ez túl sokba kerül, inkább megszabadulok mindentől, és akkor Isten áldjon mindenkit, én meg olcsóbban meg tudom venni, mert a külső vevőket meg el tudom lehetetleníteni.
Jó? Tehát az előadáson lesz ilyenekről szó, nem szeretnék senkit eltántorítani, nem rossz szájízt akarom, de tulajdonképpen ez egy magyarországi példa, tehát több példát fogok hozni, és higgyétek el, hogy ez működik és csinálják emberek. Ezt el kell dönteni egyébként, hogy ki meddig akar eljutni, tehát hogy te ezt akarod-e, mert nem biztos, hogy együtt, tehát én például ezt nem csinálom, megmondom őszintén, mert én nekem ez nem hiányzik, nem kell, de viszont valaki meg nagyon boldogan csinálja az ilyet. Én mondok nektek többféle olyan példát is, és a Dénes is, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, aztán rajtad múlik a többi, hogy abban a sok-sok dologból, amit mi tanítunk veled, hogy igazából mi az, amit te felhasználsz. Jó? Ez tényleg csak azon múlik, valakinek adsz fegyvert a kezébe, hogy ő mit csinál vele. Támaszkodik, célba lő, vagy valaki más fog lelőni vele. Oké? De ettől függetlenül nagyon hatékony dolgokat fogunk nektek mondani, úgyhogy kattints, legyél klubtag, vagy pedig vásárolj egyet. Szia!